idén is megtartotta újévi pohárköszöntéjét Hoffmann Tamás polgármester. Január 19-én a Kopaszigáton működő Öbölház rendezvényközpontba látta vendégül a kerületi vállalkozókat, képviselőket, intézményvezetőket és a kultúrában vagy a sportban tevékenykedőket. A polgármester összegezte az elmúlt évet és beszámolt a 2017-es fejlesztési tervekről is. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ugye olyan tervek, amelyek alapvetően a városfejlesztést is célozzák, ebben együtt a kormányzattal, együtt a fővárossal közös terveink vannak. Ezeknek vannak, amelyeknek a kezdése az már gyakorlatilag hamarosan meg is történik, hiszen egy egyes villamos továbbvitele az a közeljövőben várható. Nagyon fontos az, hogy megteremtettük az új városrész kialakulásának a kereteit a Lágymányosöböl és környékén. Ez együtt hozza azt is, hogy a tömegközlekedést fejleszteni kell, tehát ez nagyon fontos, hogy újabb fonódó villamos vonal megtervezése az a kerület érdekei szerint történjen meg. Ehhez jár az, hogy intézményfejlesztés, hiszen azért itt, ha új városrész alakul ki, akkor ezzel is tudjuk segíteni azt, hogy minél jobb minőség legyen. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, ugyan nem lakik a kerületben, mégis különösen kötődik Újbudához. Az újévi pohárköszöntő során az úszó és vízilabda világbajnokság ünnepé varázsolásáról számolt be. A világ harmadik legnagyobb sporteseménye, 5-6 milliárd ember látja a világon az úszó-vízilabda VB-t, és azt gondolom, hogy ez egyúttal egy jó teszt lehet arra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szavazói a budapesti úszó-vízilabda VB-n azt látják, hogy mi képesek vagyunk egy olimpiát megszervezni. Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő biztos benne, hogy Újbuda 2017-ben is tovább fog fejlődni. Az újévi tervek közül a közlekedés fejlesztését és az új városrész kialakítását emelte ki. Kerületnek is és Budapestnek is egy óriási kihívás jelent, mert egy akkora terület épül be, népesedik be, hogy itt az infrastruktúrális fejlesztés, a tömegközlekedés fejlesztése mindenképp elengedhetetlen lesz. Bizakodóan áll az új évhez Árendás Gergely, aki Újbuda lehetőségeiről és az öbölfejlesztési tervekről számolt be. Elmondta, az elkövetkezendő 10 évben több ezer lakást és több 10 000 négyzetméternyi területen irodákat építenek majd a kerületben. A Újbudának a adottságai folyamán Budapest egyik legerősebb kerülete, mind az új lakásépítés tekintetében, mint pedig az irodaépítés tekintetében. Tehát mi nagyon bizakodóan állunk hozzá. Ugye Újbuda legnagyobb fejlesztésén, ennek előkészítésén dolgozunk, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek a tendenciáknak. Horváth László, a Fonó Budai Zeneház igazgatója összegezte az eddigi sikereket, és különleges meglepetéssel készül 2017-re, amiről semmilyen részletet nem árult el. Igazából arra vagyunk büszkék, és ez nem csak a kerülethez mérhető, hanem az egész országhoz, hogy 20 éve minden szerdán táncház van nálunk. Tehát a magyar nyelvterület minden régiójából oktattunk már táncokat, hoztunk igazi, autentikus zenészeket, táncosokat, és hát ez az a sorozat, ami például megkülönböztet bennünket sok más intézménytől, hogy 20 éve zajlik, és vélhetően ezt is még évtizedekig folytatnánk. Karinti Márton, Újbuda díszpolgára számára elképzelhetetlen lenne az élet a 11. kerület nélkül. Én azt nem tudom, miért nem újbudainak lenni, hiszen mindig itt éltem. Életemben talán 3 év volt, amikor egy kicsit elfajzottam valahova a Nagybányai útra, de aztán rögtön jöttem vissza, úgyhogy családom, felmenőim is, és én is, és mindenki a családból valahogy kötődik a kerülethez, sőt Újbudához, sőt Lágymányoshoz, sőt a Gellérthegyhez. Cetvicz Sándor, Újbuda másik díszpolgára visszaemlékezett, hogy cégét a kerületben alapította a családja 30 éve, és azóta is innen exportálnak, így gyártják a termékeket, és a fejlesztés is itt zajlik. A sikerek pedig önmagukért beszélnek. Nálunk a 77 elektronika arról híres, hogy a fejlesztés nagyon erős oldala, ami 600 emberünkből 100 ember csak fejlesztéssel foglalkozik, és mindig vannak új terveink, hiszen a világ 91 országába exportálunk, új termék nélkül nem lehet. Olyan új fejlesztéseink vannak, amik úgy érezzük, hogy világszínvonalon is megállják a helyüket.